Hétfőn román nyelvvel kezdődött az országos próbaképességvizsga, kedden matematikából, szerdán pedig magyar nyelv és irodalomból tesztelték a nyolcadikos diákokat. Az eredmények nem lesznek nyilvánosak, a diákokat és szülőket április 16-án értesítik ezekről. Országszerte 141 település 5576 iskolája volt abban a helyzetben, hogy a vesztegzár miatt nem tudták megszervezni a próbaképesség felmérő vizsgákat a nyolcadikos diákok számára. Maros megyében a román nyelv és irodalom és a matematika vizsgákra 4118 diák iratkozott be, de csak 3566 tanuló jelent meg. Míg az utolsó magyar nyelv és irodalom vizsgára 1424-en jelentkeztek, de csak 1228 diák vizsgára. A hiányzóknak lehetőségük lesz a vizsgák megírására, tájékoztatott a Maros megyei tanfelügyelőség. Lehetőségük lesz, és fogunk szervezni egy pótszimulálást, de én úgy gondolom, hogy ezeknek a száma nagyon kevés, nagyon kicsi lesz, mivel hogyha most nem érdekelte őket, akkor egy hónap múlva se fogja érdekelni ez a vizsga. Az eredményeket nem hozzák nyilvánosságra, és a húsvéti vakáció utáni héten értesülhetnek róluk a diákok, illetve a szülők. Mivel ezek a jegyek tájékoztató jellegűek, nem kerülnek be a naplóba, tette hozzá Illis Ildikó. Kolozsváron például nagy volt az érdeklődés a próbavizsgák iránt, hisz a magyar tagozaton 90% fölött volt a részvételi arány, számolt be a megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettese. Hogy az iskolákban megkezdték a dolgozatoknak a kijavítását, miután ki lesz javítva, utána ezt meg fogják tárgyalni ezekkel a diákokkal, értékelik, mi volt jó, mi nem volt jó, a hibákat megpróbálják korrigálni, és bízunk benne, hogy majd júniusban a nagyvizsgán azok az eredmények lesznek, amit diákok, szülők, tanárok és mi is elvárunk. Az igazi megmérettetések pedig június 22-én kezdődnek a román nyelv és irodalom vizsgával, 24-én matematikából, 25-én pedig anyanyelvből mérik fel a kis érettségizőket. A jegyeket június 29-én, a fellebezések utáni végső vizsgaeredményeket pedig július 4-én közlik.